termesztés alapvető célja és feladata olyan fák nevelése, amelyekből minél több magas értékű ipari fához jut a népgazdaság. A fa legértékesebb része a hengeres törzsrész. Ebből választékolás útján darabolással nyerik az erdei fatermékeket, faipari alapanyagokat. Közülük is egyik legértékesebb a fűrész üzemi feldolgozás alapanyaga, a fűrészrönk. A kitermelt fának mintegy 25%-a kerül hasznosítható alapanyagként a fűrész üzemekbe. A feldolgozáskor nyerhető késztermék mennyisége a különböző veszteségek miatt körülbelül 50%. De hogy több vagy kevesebb lesz a hasznos késztermék, az a szakmai hozzáértéstől, a fűrész üzemi gépek helyes beállításától, szakszerű kezelésétől függ. A vágástérről érkező faanyagot a fűrész üzem rönk terén osztályozzák. A fűrészipari késztermékek eltérő követelményeket támasztanak az alapanyagokkal szemben. Ezért a szakszerű röntéri osztályozással az alapanyagot fafajonként, vastagsági méret szerint, sőt esetenként hosszak szerint is elkülönítjük. Figyelembe vesszük a fűrészrönk minőségét is. A gondos, elsősorban az átmérő szerinti osztályozás a gazdaságos termelés fontos feltétele. Osztályozás után a rönköket mágiákban tárolják. A különböző hosszúságú, eltérő átmérőjű hibás rönkök nem alkalmasak a jó minőségű, folyamatos fűrész üzemi termeléshez. A mágiák végét ékekkel vagy támasztóbakokkal kell ellátni. A rönktéri munka nagyon balesetveszélyes. A nagy súlyú és hengeres fa mozgatása nagy figyelmet, hozzáértést követel. Éppen ezért a szállításnál, a tárolásnál és a mágiák bontásánál egyaránt igen nagy gondot kell fordítani a munkavédelmi előírások megtartására. Az osztályozott és megfelelően előkészített rönk feldolgozása a fűrészcsarnokban leggyakrabban keretfűrészgépen történik. A keretfűrész nagy teljesítményű alapgép, kezelése nagy szakértelmet igényel. A gyors ütemben egymás után érkező alapanyagot a gép kezelője rönkkocsi segítségével közelíti a fűrészfokokhoz. Alapvető követelmény, a síkgörbe vagy repet rönköt úgy kell befogni, hogy a síkgörbeség, illetve a repedés függőleges irányú legyen. A fűrészlapok pengeosztását elsősorban a feldolgozásra kerülő rönk vastagsági mérete figyelembe vételével kell megtervezni. Figyelembe kell azonban venni a termelésre tervezett választékokat is. A rönk középső, az átmérő 70%-os mértékének megfelelő részéből kerül ki a fűrészárú döntő része, a főtermék. Az oldalsó részekből további termékeket állítanak elő. Az átmérő 10%-ának megfelelő vastagságú mezőkből általában még fűrészárú termelhető. A szélső 5%-ot kitevő mezőkből az úgynevezett kísérő termékek, mint például a léc, a bányaszéldeszka, bőrdeszka készül. A
kihozatal mértékét, a termék minőségét, a fűrészszerszámok szakszerű előkészítése nagy mértékben befolyásolja. A keretfűrészben a szelvényáru vastagságát meghatározó pengék egymástól való távolságát távtartó betétekkel állítjuk be. Méretüket a készülő fűrészáru vastagságának figyelembevételével kell meghatározni. Számolni kell a száradó fa méretváltozásával, zsugorodásával is. Fűrészlapok behelyezése után a szélső pengék távolságát a pengeosztás alsó és felső szakaszának mérésével ellenőrizzük. Ez a termelési eljárás az úgynevezett éles vágás. Igen fontos a fűrészlapok pontos beállítása. Ez a rönk túl vékony a választott pengeosztáshoz. Így már jó, gazdaságos lesz a termék kihozata. Ha a főterméken belül nem helyezünk el további fűrészpengéket, akkor egyetlen vastag szelvényáru nyerhető, amelyet leggyakrabban fenyőnél egyenlő szélességű szélezett fűrészáru termelésére alkalmazunk. De gerendát, vasúti talpfát is termelünk ezzel a megoldással, a prizmavágással. A rönkvágó szalagfűrész szintén nagy teljesítményű alapgép. Ezen elsősorban a vastagabb átmérőjű, jobb minőségű rönköket dolgozzák fel. Itt lehetőség van az egyes vágások után a rönk forgatására, a kívánt vágássík beállítására. Ezt a feldolgozó gépet prizmás termelésre is használjuk. A rönkvágó szalagfűrészeknél az egyes szelvényeket vagy a prizma vastagságát külön szerkezettel állítjuk be. A vágás méretet skála jelzi. A rönkvágó szalagfűrész munkájához nem kell előre megtervezni a termelendő szelvényáru méreteit. Itt a gépkezelő a rönk mérete és minősége szerint egyenként dönt a következő szelvény vastagságáról. Ez a munkaművelet a gépkezelőtől magas szintű hozzáértést igényel. A hiba esetén vékonyabb terméket fűrészelünk, és így ejtjük ki a hibás részt. Az alapgép csarnokában helyezik el a rönkvágó szalagfűrész kiegészítő, hasító szalagfűrész. Feladata tehermentesíteni az alapgépet. A fagyömbös oldalanyagból a szelvényárút a termelékenyebb hasító szalagfűrészgépen termeljük. Így a rönkvágó szalagfűrész termelőképessége jelentősen növelhető. A keletkező oldalanyagból a gépkezelő vastagabb szelvényárút elsősorban pallót készít. A
keretfűrészgépek és a röntgvágó szalagfűrészgépek mellett a síkforgácsoló fűrészgépet is egyre gyakrabban használjuk fűrészipari feldolgozásra. Elsősorban a vékonyabb faanyag feldolgozásánál hasznos, amikor az oldalanyagból termelt apríték közvetlen felhasználásra kerülhet. Ennél a gépnél a keresztmetszetnek megfelelő négyzet szerint marófejek segítségével történik a rönk prizmás feldolgozása. Az így kinyert prizmákat a következő szakaszban több lapú körfűrészgéppel dolgozzák fel, szelvény vagy négyzetes áruvá. Ez a módszer igen jó, gazdaságos kihozatalt biztosít. Fűrészüzem alapgépei után a faanyag minél jobb hasznosítása érdekében különböző körfűrészgépeket alkalmazunk. Az egy vagy több lapú szélező körfűrészgépeknél a munka rendkívüli figyelmet kíván a gép kezelőjétől. A daraboló körfűrészgépek például a parkettalész pontosabb hosszúsági méretvágására, illetve keresztvágásos javítására szolgálnak. A gépen lévő védőfelszerelést üzemközben nem szabad eltávolítani. A gép kezelése fokozott gondosságot igényel, mivel itt rövidebb anyag kerül felvágásra, az ember keze közelebb van a körfűrészlaphoz. Fűrészüzemekben a keretfűrész után az első segédgép az indafűrész. Ezen a síkgörbe fűrészáru keresztirányú darabolását, a durva fahibák kiejtését végezzük. Ugyancsak az indafűrészsel lehet a kisméretű fűrészipari választékok termelése céljából a szelvényárut méretre vágni. A fűrészüzemi munka során jelentős mennyiségű hulladék, fűrészpor, továbbfeldolgozásra, fűrészipari termék gyártására nem alkalmas melléktermék keletkezik. Ennek egy részét elsősorban saját célú hőenergia előállítására, valamint gőzölő berendezések üzemeltetésére használjuk. Másrészt további ipari hasznosításra, faforgácslap, faros lemez termelésére készítjük elő. Így a kitermelt fát a lehetőségekhez képest a legteljesebben hasznosítjuk. A fűrészcsarnokban termelt választékokat osztályozzák, tovább felhasználásig, szállításig mágiákban tárolják.